Sziasztok! A következő beszélgetésünk címe, hogy mi a szabad akarat, vagy van-e egyáltalán szabad akaratunk? Igen, ez egy olyan téma, amit már tulajdonképpen egy párszor érintettünk, de soha nem beszéltük ki igazán. Igen, Zsuzsa szerint van szabad akarat, és hát valóban van egy kicsi szabad akarat, de itt a mi álláspontunk azért különbözik. Nagyon, igen. Hogy mondjam, inkább másképp fogom fel a dolgot. A lélek az egy sokdimenziós kozmikus entitás, és azért jön ide a Földre, szabad akaratból, mert egy csomó mindent ki akar próbálni. Igen, persze, tapasztalatot akar gyűjteni, ki akar próbálni sok mindent, fejlődni akar, bölcsülni akar, de mindig azt szoktuk mondani, hogy azért a legfontosabb dolog az, hogy olyasmit akar itt megtapasztalni, amit odafönt nem lehet. Tehát a fizikai test által gyújtott örömöket, magyarul a boldogságot akarja megtapasztalni földi minőségben. És ehhez akaratra és vágyra van szüksége, tehát akarnia kell, hogy ide jöjjön, és vágynia kell erre a harmadik dimenzióra, tehát meg kell, hogy maradjanak azok az emlékképei, amik ide vonzzák. Tehát már is az önmagában az, hogy mi ide jövünk a Földre, tehát a az a szabad akaratnak a működési elveként valósul meg, mert ha nem akarsz jönni, akkor nem is. Tudod, hányszor fordul az elő, hogy bocsánatot kérek, nem illene kibeszélnem az ügyfeleimet, de tényleg néha jönnek ezek a szentikék, és mondják, hogy jaj, remélem azt fogod nekem mondani, hogy már nem kell többet jönnöm. És akkor mondom, persze, nem kell többet jönnöm. Tényleg ez látszik a képletemből? Mondom, nem, de ha nem akarsz jönni, akkor nem fogsz jönni. Értsd meg, te határozod meg, hogy akarsz-e vagy sem. Tehát én azért bízom a szabad akarat létezésében, egyébként vannak is a születési képletben olyan pontok, olyan képlet, képletpontok és képlet állások, fogalmazunk így, amelyek azt mutatják meg, hogy mekkora szabad akarattal érkezel. A te képletedben például az a dolog, ami az asszendensen nem van, ott van neked szabad akaratod, hogy azzal, most nem fogom itt mindenki előtt elmondani, hogy ott mit kezdesz, és ha megnézed az életedet, akkor valóban a körül nagyon forog egy csomó minden, a saját döntéseid is nagyon sokszor. Tehát azért mondom, hogy a képletből ránézésre meg tudom mondani, hogy egyrészt mekkora szabad akarattal rendelkezik valaki, másrészt, hogy hogyan használja azt föl, és azt is, hogy mekkora fékeket rakod be magának. De az, hogy itt vagyunk önmagában, szerintem a szabad akarat. Azért a Zsuzsa egy picit ellentmond magának, mert hadd kérdezzem meg a belökött lelkeket. Végül, ha nem, figyelj, igen, teljesen igazad van, a belökött lelkek azok valóban olyanok, csak hogy itt is a következő a folyamat. Hogy értsétek a belökött lelkeket, ez úgy történik, hogy a lelkek azok bizonyos esetekben mindegy, mikor átjönnek, és aztán van, hogy nincs kedvük mégsem jönni, és akkor ilyenkor a felettesé meg a segítők lökik őket be. De nem azért lökik őket be, mert az akaratuk ellenére lökik be, hanem azért, mert megbízom, pityipalkót meg gipszjakapot, hogyha mégis elbizonytalanodik, és nem akar, akkor taszítsatok rajtam egyet. Tehát az is már egy... a szabad akarat. Igen, persze, nem van szabad akaratunk. Én egy kicsit korlátozott, tehát igen, az, hogy megszületünk, vagy nem, mikor, hova, ez abszolút egy külső, illetve azt szoktam mondani, hogy a köztes létben eldöntött van, dolog. És ugye te asztrológiailag nézed, én numerológiailag, maga az a képletet, tehát ugye egy horoszkópot nézel, én meg, mint numerológus, azt mondom, hogy a születési dátumunk az meghatározza azt, hogy mit határoztunk el, és jövünk megvalósítani, ugye ez a sors számunk. Igen. A szabad akaratunkat pedig a nevünk tükrözik. Sokszor felteszik nekem azt a kérdést, hogy hát micsoda hülyeség, hát ikreim vannak, most pont az előző videó után kaptam egy ilyen kommentet, hogy a karmáról beszéltünk, de hát nem lehet ugyanaz, meg mi beszélek, hiszen ikrek vannak. Igen, az ikreknek a szabad akaratuk miatt lesz más az életük, ugye azt mondja, hogy van valami kis... Lehet egy pár perc különbség, de én mindig azt mondom, hogy az ikreknél pont a legjobban észrevehető, hogy a nevük az, ami megkülönbözteti őket. Ugye nincs két egyforma nevű iker, mert a vezetéknév azonos, de a keresztnév vagy a keresztnevek mások. És amikor numerológiailag azt szoktam mondani, hogy van egy kozmikus kódunk, ez a születési dátumunk, és a szabad akaratunkat, hogy ezt hogyan valósítjuk meg a földi kódunk, az pedig a nevünkön múlik, és amikor megváltoztatjuk a nevünket, na akkor érvényesül igazán a szabad akarat. Meg akkor, amikor elköltözünk arról a helyről, ez azért az asztrológiában is, ugye a képletben is, te is ugye máshova helyezed el a képletet, ha valaki máshol él.
hosszabban. Persze. Tehát az, hogy hol élek, milyen rezgések között, ez a szabad akaratomon múlik, meg az is, hogy ott jól érzem magam, így vagy van. Nem, és ha nem érzem magam jól, az megint a szabad akaratom múlik, hogy változtatok-e vagy sem. De hogy összefoglaljam a mondandómat ez ügyben, én úgy gondolom, hogy mintha felszállunk egy hajóra, és A-ból B-be el kell jutnunk, mert ez a választott sorsunk, ez van megírva, de az, hogy hol kötök ki, hol veszek fel élelmet, milyen útvonalon halad a hajó, hogy egyáltalán elérje azt a B pontos kikötőt, ez valóban kicsit az életvezetésünkön, a szabad akaratunkon múlik. Így van. Egyetértesz ezzel? Abszolút egyetértek, és még azt mondanám, hogy pont azért van szabad akaratunk, hogy ne kelljen másra kennünk a saját sikertelenségünket. Tehát igen, higgyétek el, lehet mást tenni, lehet másképp élni, csak akarni kell. Azért én ezt úgy gondolom, hogy vannak bizonyos körülmények. Jó, sarokkövek vannak, tehát vannak olyan életszituációk, amikor nem választhatok. Nekem a kineziológia azért volt a kedvencem, mert van egy jelmondat, hogy van választás, de ez a szabad akaratot tükrözi, dönthetek így is, úgy is, de sajnos vannak néha olyan élethelyzetek, amikor nincs szabad választásom. Pontosan. Hát akkor itt jönnek akkor a nehézségek. Akkor szoktam azt mondani, hogy ez most nem az én életem. Tehát belállok, megcsinálom, ugye? Tehát igen. Vannak olyan élethelyzetek sajnos, és olyan életszakaszok, igen. Amikor valóban nagyon minimális szabad akarattal rendelkezel, de akkor tudnod kell, hogy azt is szabad akaratból teszed, hogy beleállsz abba a sors kérdésbe, vagy abba a sors feladatba, vagy pedig elmenekülsz egy lakatlan szigetre, és azt mondod, hogy köszi szépen, mégsem. Tehát jó, ott is a szabad akarat. Tehát akkor abban meg tudunk egyezni, hogy van szabad akarat, ez a szabad akarat azonban korlátozott, mi magunk szabad akaratunkból korlátoztuk be, hogy most igen. Ilyen viccesen. Pontosan így van. Pontosan. A köztes létben elhatározunk ugyanis dolgokat, valamit, egy sorsot. Ott fönt jó ötletnek tűnik. Igen, aztán itt már nem tűnik jó ötlet. Igen. És vannak eszközeink, ez a legfontosabb az egészből a tanulság, hogy vannak eszközeid, neked is, nekem is, mindenkinek, hogy változtassunk szabad akaratunkból a sorsunkon. Úgyhogy ehhez kívánunk nektek sok sikert és akaratot. Szabadon! Sziasztok! Sziasztok.